Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a fogadóórát látják. A mai adásban ismét egy ellenzéki politikus fogja értékelni a képviselő testület elmúlt fél éves munkáját. Köszöntöm a stúdióban Nótin Tamást, a Jobbik helyi önkormányzati képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Akkor nézzünk egy ilyen általános képet, hogyan értékelni a képviselő testület munkásságát. Mindenképp azt meg kell jelzni, hogy ebben az évben azért már erősen érződik, hogy lényegében kampányévben értünk. Hogyha azt mondjuk a parlamenti politizálásra, hogy az egyfajta aréna, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy az önkormányzati ülések vagy a képviselőtestületet leginkább egy kád melegvízhez tudnám hasonlítani. Amellett, hogy természetesen vannak olyan ügyek és olyan előterjesztések, amelyek városfejlesztéssel kapcsolatosak és általában véve egyetértett a képviselőtestület ezekben a fejlesztésekben, tehát egyhangú döntések születnek, vitás helyzetek nem igazán vannak. De azért nincsenek, mert nincs is meg a lehetőség, hogy ez kialakuljon. Én most így, ha az elmúlt fél évet nézem, de ha inkább az elmúlt másfél évet nézem, akkor voltak olyan előterjesztéseim, javaslataim, kiegészítéseim, amelyek sok esetben el sem jutottak a képviselőtestület ülésre abban a formában, hogy vitázni lehessen róla, és más ellenzéki képviselők is hozzászólhassanak, vagy akár a kormánypárti képviselők. Sok esetben azt tapasztalom, hogy a polgármester úr a könnyebb utat választja, és már napi rendre sem engedi az ellenzéki előterjesztéseket, javaslatokat. Legalábbis én, mint jobbikos képviselő, éppen legutóbb a béremelésekkel kapcsolatos előterjesztésem kapcsán buktam úgymond el, hogy a polgármester úr nem adta meg a lehetőséget, hogy a képviselőtestület erről vitát tudjon folytatni. Lényegében véve szerintem az SMS-nek, tehát a szervezeti működési szabályzatnak ellentmondva csak a polgármester úrral tudtam egy rövid vitát ügyrendben lefolytatni. Ő általában véve egyébként azzal kapcsolatosan utasít el előterjesztéseket, hogy ez nem való erre a képviselőtestületre, és amely nem vonatkozik a kerülethez, formai követelményekbe köt bele, miközben egyébként egy előzetes kontroll alatt esik át egy előterjesztés, tehát eleve úgy kerül a képviselőtestület elé, hogy a jegyző amúgy azt ellenőrzi, tehát formai követelményekben nem igazán lehet belekötni. Tehát sajnos azt érzem, hogy a polgármester úr részéről nincs meg a hajlandóság arra, hogy korrekt módon ellenzéki javaslatokat, előterjesztéseket a képviselőtestületre engedjen. Méghozzá úgy, hogy sokszor azt hallom vissza fideszes önkormányzati képviselőktől is, hogy adott esetben ők is szívesen lefolytattak volna egy-egy ilyen előterjesztésről vitát, és arra is volt már példa, hogy a polgármester úr ülés után egészen pontosan megindokolta nekem, hogy miért nem kerülhet egy ilyen előterjesztés a képviselőtestület ülése. Hát politika, nagyjából cinikusan így szokta megjegyezni, és azt gondolom, hogy a legutóbbi előterjesztésem, ami arról szólt, hogy egy elvi állásfoglalás lett volna, hogy ez az önkormányzat is, ahogy más önkormányzatoknál is be lett adva, hozzájáruljon ahhoz, és támogassa azt a küzdelmet, hogy a nyugati bérekhez egy felzárkózási folyamatot el lehessen indítani itt Kelet-Európában, és ez az Európai Uniós politikába bekerülhessen. Ezt gyakorlatilag lesöpörte a polgármester úr a képviselőtestület üléséről, miközben amúgy az egész országban a béremelés témája az egy elég fontos ügyé vált, tehát erről egyébként szakemberek vitatkoznak. Én is részt vettem hetekkel ezelőtt egy szakszervezeti konferencián, ahol több szakszervezeti vezető is amúgy a béremelés szükségessége mellett állt ki. Nyilván vita van a hogyanról, de azt mindenki elismeri, hogy egy olyan témafelvetésről van szó, amiről itt Magyarországon is beszélni kell, illetve ez egy olyan probléma, amit nem csak Magyarországon szükséges megoldani, hanem nyilván uniós szinten is foglalkozni kell vele. És azt gondolom, hogy itt a kerületben is hát a béremelés problémája, vagy a béremelésnek az ügye az majdnem annyira fontos, mint hogyha arról beszélünk, hogy melyik utat újítjuk fel éppen a kerületben. Tehát én azt érzem, hogy nincs meg a polgármester úr részéről az együttműködési lehetőség, hogy akár ellenzéki képviselők által felvetett javaslatokról vitázhasson a képviselőtestület, miközben amúgy az ellenzéki képviselők szerintem abban az esetben, hogyha olyan előterjesztés kerül a képviselőtestület elé, és mondjuk ez egy kormánypárti beadvány, ami a kerület érdekeit szolgálja, akkor azt megszoktam szavazni. Tehát a részünkről megvan ez az együttműködés, a kormánypártok részéről pedig nincsen.
Nézzünk akkor egy konkrét területet, mindenkinek fontos, de önnek és a pártjának különösen a közbiztonság. Ezzel mennyire elégedett, és én mindenképpen ide venném azt, hogy ugye volt egy testületi ülésbeli felszólalása ezzel kapcsolatban, hogy azt tapasztalták, illetve látták, hogy ugye rongálják a pártnak az óriás plakátjait. Azért ez mondjuk nem egy közbiztonsági probléma. A közbiztonságról általánosságban elmondható, hogy a 17. kerület az a Budapest legbiztonságosabb kerülete. És ha emlékeim nem csalnak, akkor a rendőrségi beszámolót egyhangulag fogadta el a képviselőtestület az év elején. Nem véletlenül, az elmúlt években sem csinált ebből a képviselőtestület politikai kérdés, hanem azt gondolom, hogy mindenki pontosan úgy szavazott, ahogy gondolta és érezte, hogy a közbiztonság működik. Ehhez párosulja, hogy egyébként egy nagyon jó rendőri vezetésünk, jó rendőr kapitányunk volt. Szikszó Sándor képviseletében, akiről most tudta meg a héten, hogy gyakorlatilag hát már be is iktatták a harmadik kerületbe, és a 17. kerület egy új rendőrkapitányt kap, akit már szintén beiktattak. Abból a szempontból méltánytalannak tartom ezt a gyors eljárást, hogy még csak arra sincs lehetősége a régi rendőrkapitánynak, hogy a képviselőtestület ülésen értékelje a saját munkáját, és elköszönhessen a kerülettől, illetve mi is elköszönhessünk tőle. Tehát egyébként én ezúton is köszönöm az ő munkáját. A magam részéről valóban pozitív a véleményem a kerületi közbiztonságról. Tudom, hogy a rendőrség és a polgárőrség szorosan együttműködve látja el a közbiztonsági feladatokat. Én nem tudok kiemelkedő panaszról sem, ami a fogadó óráimon elhangzott volna, tehát alapvetően elégedettek lehetünk a kerület közbiztonsága, és nagyon remélem, hogy az új kapitány személyével sem történik változás az ügyben. Ami a plakát rongálásokat illeti, itt hozzátenném, hogy az irodánkat is megrongálták, illetve leragasztották, viszont ez egyértelmű politikai üzenet. Tehát ezt valószínűleg, bár persze erre bizonyítékom nincsen, de mivel az ország más területén viszont kaptak már el kormánypárti aktivistákat, nagy valószínűséggel a Fidesz-KDNP részéről történhettek ilyen jellegű rongálások. Én a képviselőtestület ülésen egyrészt azt kértem a rendőrségtől, hogy amennyiben ilyen cselekmény történik, észreveszik, hogy ezzel kapcsolatban bejelentés történik el, akkor annak megfelelően járjanak el, illetve a képviselőtestülettől, a polgármester úrtól is azt kértem, hogy az ilyen jellegű politizálást, az ilyen jellegű durva, agresszív kampányt, tehát egymás megsértését, egymás irodájának a rongálását, vagy más politikusoknak a zaklatását, azt próbálják meg a kerületben elkerülni. Nyilvánvalóan egy kampányban felfokozott érzelmek vannak, nyilvánvalóan mindenkinek megvan a saját álláspontja, amiket lehet ütköztetni kulturált módon, de nagyon rossz irányba viszel, hogyha itt olyan cselekmények történnek, amelyek egyébként az embereket is egyébként hergelik, ugyanakkor anyagi kára származhat ebből pártnak, szervezetnek, magánszemélynek. Ha már ugye kampány, ugye említette, a Jobbik pártja hogyan fog ezt hozzáállni? Lehet mondani egy korrektül? Az elmúlt években, illetve bocsánat, az elmúlt kampányokban, tehát 2010-ben és 2014-ben is nem titok, hogy született egy megállapodás a kerületi pártok vezetői között, hogy a kampányt azt próbáljuk a kulturált mederben lefolytatni. Tehát személyeskedésig nem engedjük elfajulni a politizálást, és azt gondolom, hogy 2010-ben is és 2014-ben is ennek eleget tettek a helyi pártok. Még egyszer mondom, lehetnek viták, éles viták, kulturált formában, de hogy egymástnak az irodáit rongáljuk, leragasszuk, lefessük, vagy óriás plakátjait rongáljuk, ezt szeretném elkerülni, és én ezt el is mondtam a képviselőtestület ülésen, hogy a Jobbik részéről ilyen cselekmények nem fognak történni, tehát mi nem fogjuk megrongálni sem a Fidesznek, sem más ellenzéki pártnak az óriás plakátjait nem fogjuk leragasztani, és nem fogjuk az irodáikat sem megrongálni, nem fogjuk egyetlen más politikai szereplőt sem fenyegetni, és ezt kérjük, ezt várjuk el a többi pártól. Én nagyon remélem, hogy 10-ben és 14-ben is ebben egyetértés volt, most 18-ban sem lesz ebből probléma. De alapvetően optimista a hozzáállásuk a kampányhoz? Nem, mert az látszik országosan, hogy nagyon durva kampányra lehet számítani. Szerintem a rendszerváltás óta nem volt még olyan kampány, mint ami már most zajlik.
azért ennek elég nagy a tétje. Szó van arról, hogy most a Fidesz gyakorlatilag, a Fidesz-KDNP már a második ciklusában jár. Az egy történelmi tett lenne, hogyha ők egy harmadik ciklust is tudnának vállalni. Nyilván két ciklus után azért már erősen látszik, hogy amortizálódik a kormánypárti többségnek a támogatottsága, és valószínűleg mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy kormányon tudjanak maradni. Ugyanakkor az is látszik, hogy az ellenzék nagy része a szétaprózódott, széttöredezett, és a Jobbik az egyetlen alternatív kormányképes kormányváltó erő. Miközben 2008-9-ben még alig lehetett mérni a támogatottságát, most már Magyarország második legerősebb és legerősebb ellenzéki pártjáról beszélhetünk, és ezt a Fidesz-KDNP is érzékeli, tehát egy nagyon nagy harc, mondhatni háború zajlik a politikában a 18-as választási eredményért. Hogyan látja a 17. kerületi képviselőtestületet, hogyha az ellenzéki pártok összetartóbbak lennének, az előrébb mutatna? Ha az ellenzéki pártok, tehát csak a matematikát nézzük, ha az ellenzéki pártok, teszem azt, összefognának, abban az esetben sem tudnának sok mindent elérni a képviselőtestületben, hiszen a Fidesz-KDNP-nek megvan gyakorlatilag a többsége, hogy ellensúlyozni tudja a teljes helyi ellenzéki palettát a képviselőtestületben. Azt meg semmiképpen sem tartom elképzelhetőnek, hogy az ellenzéki pártok itt bármiféle összefogást valósítsanak meg. Ugye jelen pillanatban egy Jobbikos képviselő, ugye én, a képviselőtestben egy LMP-s képviselő van, egy MSZP-s, egy DK-s, egy PMS. Nagyon eltérő álláspontokon vagyunk nagy politikai szinten. Helyi ügyekben természetesen lehet megegyezés vagy együttműködés, ugyanúgy egyébként, ahogy a Fidesz-KDNP-vel is, hiszen az a képviselőtestületi ülések szavazataiból is látszik, hogy vannak olyan ügyek, ahol a testület egyhangulag dönt, vannak olyan döntések, ahol az ellenzék úgy ítéli meg, hogy ez egy rossz javaslat, rossz előterjesztés, és mondjuk nem mer szavaz, vagy tartózkodik. Volt már arra is példa, hogy én például érdemesnek találtam egy javaslatot, egy előterjesztést, és azt megszavaztam a kormányzó többséggel, az ellenzék más szereplői meg mondjuk valami miatt nem értettek vele egyet. Tehát ilyen együttműködések vagy ellenvélemények kialakulhatnak, de irányított vagy megbeszélt együttműködésre semmiképpen sem látok esélyt, és hát nem is szeretnénk. Tehát nekem, mint Jobbikos képviselőnek, tehát nem fogok együttműködni egy MSZP-s, egy DK-s vagy egy PMS képviselővel, semmiképpen sem. Mondom, helyi ügyek mentén lehet egyetértés a képviselőtestületben, de választási összefogásról, politikai összefogásról, irányított együttműködésről szó sem lehet. Tehát akkor ön alapvetően akkor nem érez magában hajlandóságot erre vonatkozólag, hogy itt összefogjon? Nem. A Jobbik, mint ahogy elmondtam, az ország második legerősebb pártja, legerősebb ellenzéki pártja, saját programmal rendelkezünk, ezt a programot akarjuk mind helyi szinten, mind országos szinten győzelemre vinni. Nekünk ehhez nincsen szükségünk szövetségesekre, főleg nem olyan szövetségesekre, akik már 2010 előtt már bőven leszerepeltek a politikában. Tehát az én véleményem szerint az MSZP-nek vagy a DK-nak már nem sok keresnivalója lenne a magyar politikában. A PMS képviselőről, a PM-ről azért nem tudok itt helyben nyilakozni, mert őszintén szóval semmit nem láttam még, amit ők itt tettek volna, egy érdemi javaslatot, egy érdemi felszólalást nem tudok a képviselőtestületben a képviselő úrhoz kötni. Emberileg semmi olyan nincsen vele, képviselőként nem látom mögötte a munkát. Az LMP-ről pedig többször elmondta a pártunk vezetése, hogy szintén 21. századi pártnak tartja, hiszen nekik sincsen közük a rendszerváltó elithez, vagy a 90-es évek privatizációs rabló politikájához, de együttműködésre velük sem készülünk. Én további nagyon sikeres munkát kívánok az év második felére, illetve egy sikeres kampányidőszakot a pártnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.